is olyan volt, mint egy házban. Tehát ez már megadta az alapot, meg ezáltal mindenki természetesen szerepel, mindenféle jelenedve, úgyhogy a magam részéről én egy 5-ös fölé osztályzatot adnék, ami a hangulatát illeti, hogy aztán mi lesz a klipből, azt nem tudom, hogy egy másik kérdés. Oké. Okay. Én mindig kellett. Bizony. Meg vagyunk, hogy jöhet be a hozzácsia. Jó. Nekem nagyon kaotikus volt, de jól éreztem magam. Olyan volt, mint az élet. Na, rájunk össze egy próba felvételre! Mi legyen? Kutáljunk, topoljunk, álljunk egy ilyen legyen. Nem, játszátok a halál kutat, nem? Ez a feladat. Hát most semmi, meg sem úgy mondom, hogy pontosan legyen. Te akkor még nyomhatod. Jézusom, meg van meg? Világítsunk rá a lényegre. Ez a Depart videoklip forgatása. Itt vagyunk a Királyfürdőben, a Vízra tér nevű helyen. Az egész számot fölveszük, és majd abba lesznek belevágva azok a sztori-centrikus jelenetek, amiket később még az este felében fölveszünk. Én az Olivéréknek a legelső koncertjén ott voltam, a legelső Depart koncerten, és már nekem ott ez a szám tetszett meg a legjobban. Másnap, amikor a koncert után voltam egy helyszínen, helyszínt keresni, akkor ez rögtön összekapcsolódott vele. Végül is nem ezen a helyszínen forgattunk, de az alapötlet az nekem onnan jött. Hát ezt eddig ebből az egészet fölvettük, meg legyen az alap, a szőnyeg, és akkor ebbe lehet belevágni a végezett kis közeliket. Kamera forog! Ott volt a Kabarási vár. Tessék! Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert a csaj jó barátja az Iván a popsztár. Jó barátja Olivérnek, ugye? Jó volt köztük valami, de aztán... Dolgoztunk együtt a Tápszínházban, egy filmben is így cimborák vagyunk, és amikor felkértem, jó, akkor így egyből. Persze, mehet, miről lenne szó, és innentől kezdve már a Gergőhöz irányítottam, és ő alakította ki a szerepét, meg a koncepciót. Kamerás Iván, ő a cameo, ő a sztár a klip. Hiába való, ebbe kevés. Jött egy lány, aki csak régóta nem találkoztunk, és kérdezte, hol vagyok, és mondta neki, hogy hát most éppen ez van, jó, akkor ő is itt van közelben, és beugrik, és kérdeztem tőle, hogy ráér-e, és mondta, hogy ja, persze, és hogy van-e kedve szerepelni. Bevittük Király Tamáshoz, meg a sminkesekhez. Van. De hát benn, az benn lesz. Az benn lesz? Ja, benn lesz? Bent lesz. Nem itt kint? Epekedünk a fürdővel. Bent lesz. Annyi volt a baja, hogy hideg van. Jó van. Szanatórium. Vigyem a smink szobába? Bordélyház. Babra lesz az egyik ribasznak beöltöztetett. Gyönyörűség. És mi egymás? Fél órán belül profi prostituált lehet maszkírozva belőle, egyébként egy pszichológus kislány. Nagyon minimális történet jellege volt, az volt a kívánalom, hogy a klipben a dramaturgiai szál és a zenekar megjelenési aránya, tehát az úgynevezett image felvételeknek az aránya, ez így körülbelül egy olyan 30-70% legyen a sztori javára.
rengeteg karakterünk volt, egyrészt voltak a kabinokban különböző szereplőink, a japán kardostól kezdve a buddhistán át, a maszkos fejű férfi. A karakterek azok mindig ilyen kis vízióként jelennek meg a klipben. Az egész az Olivernek, az énekesnek az útja, hogy körbejár ezen a helyen, és újabb figurákba ütközik, akikkel valami fajta vágyszerű kontaktusba lép, de aztán mindig tovább van a történet. Nem voltak ennek olyan megírt karakterei, hogy egyébként Stanislavski módszerről mikor született meg, hogy hová tartott, tehát hogy erre nyilván nem volt se idő, se lehetőség ezt kibontani. Inkább a helyszín és a körülmény hozta a karaktereket is, és helyezte be minden jelenetbe. Beállítottuk az egyik kabinba, akkor ott a másik prostituáltan maszkírozott kislányról pedig az derült ki, hogy 25 éve a legjobb barátok voltak, és azóta nem találkoztak, csak ott mindkét prosti. Nekem a kedvenc karakterem a masszőr, aki egy bőr, fekete bőr, hát egy kis szadamazó jelmezt visel. Olyan legyen, mint egy szumó birkózó, de ne az legyen, és akkor így ilyen pelenkával jutottuk az ott. Tehát igazság szerint ez egy pelenka. Hello, te ki vagy? Én azt nem tudom, hogy ki vagyok most. A Király Tamás, Király Tominak köszönhetjük a videoklipnek a jelmezeit, és Tomi nagyon jó ruhákat, nagyon izgalmas felszereléseket válogatott abszolút ez a világhoz, abszolút a fürdő hangulatához, ez a kliphez. Találta meg azokat a ruhákat, amit ide érdemes volt elhozni. Jól emlékszem, akkor egy-két ruhát készített is, úgy tudom, ezt a papírruhát is erre az alkalomra szabta újra, hogy működni tudjon. Úgyhogy hát a Tamás is nagyon jó, hogy eljött, szerepelt a klipbe, és hozta a ruháit, és az ő... Az a segítség volt. Ő látványvilága is megjelent. Valahogy ráizgultak az emberek, nem véletlen, mert a Lacának a szövege és a mi zenénk, a Karikusi Laca. Laca bácsi. Laca bácsi. Jó, köszönöm. Jó, Kecsi! Itt van mindenkiben! Az volt az ötlet, hogy olyan vágyakat, víziókat jelentsünk meg, ami a szám szövegéből is adódik, tehát az epekedés, hogy ki miért, hogyan epekedik. Aha, szép, fordulj oldalra! Aha, úgy, oldalra! Úgy, oldalra! Gyakorlatilag eldönthetetlen, meg kell majd lennie, amikor kész lesz a klip, hogy egy partiba, egy fürdőbe, egy diliházba vagyunk, illetve hogy mi az illúzió, mi valóság. Szépen álljunk rá, az utolsónak gyönyörű szép volt, ez az első művész is léptünk a forgatás alatt. Ez Iván lenne az, aki mint fürdőmester, mint akár pszichiáter, illetve mint egy varázsló ezeket a síkokat így változtatja, és mi pedig kitettjei vagyunk az epekedés miatti őrületnek, hallucinációnak, illetve jobbik esetben partinak. Wow! Itt a bársonyú listájú forrás. Nem, itt most már a levelés. Ja, a levelés, tényleg. Azon már túl vagyunk. Lájunk át a fejbelövés jelenethez. Az elidegenedés turisztikájának egyfajta idegenvezetője. Egy nem is szó. Nyomdod a puskát! Kapd el a puska végét, az a mikrofon! Még egyszer! Rendbakózz! Ez az! Szemetet szedjük össze! Rávetett a kézzel.
A klip az föl van véve most már, az az igazság. Úgyhogy innentől kezdve extrákat forgatunk, most a legérdekesebb, legizgalmasabb rész. De most ott a boly. Vagy megyünk, nem? Ugye, most akkor megyünk föl, nem? Hogy mondják, hogy megyünk föl. Most nem megyünk föl, majd holnap megyünk, mert csak nem kell. Ezt itt a vizetek szerveztetik, úgyhogy még egy törvény. Pont ez lesz a lényeg. És enyhe szállt, tehát az a kipolgatás, volt egy olyan érzésem, vagy lehet, hogy csak mondta, hogy bármikor rácsapott volna egy orkány. Ja, 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 de volt is. Csak a... volt? Basszus. Ne, hát már mint ez a cél. Srácok, zenekar! Szeretném, hogy te segítenétek! Kurva gyorsan érjen! Szolgálatokra rendezőt azonnal! De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
hogy a hangulathoz nagyban hozzájárult a büfé kis kertelsége, a DJ Piros. És DJ Kuklops alias Vécsi Dimi. Hát persze, ő az egyszerű óriás. Igen, ő. És nagyon bebaszott. Ki nem? Ki nem baszott? Mi? Egy kortyot nem ittunk. A klip bemutatón mindenkit überelünk a Gerbővel. Mindenkinek is szükségesszük. Készülünk. Előre nem iszunk a medve bőlére. Mindenkiben köszönöm. Mindenkiben köszönöm. Most jön a mestere jelen benne a nagyfürdőbe. Mindenki kezdene el becsúszni, hogy gyerekek, tényleg 15 perc van. Jó? Mindenki becsúszni, hogy le kell elmagyarni készen. Benne köszönöm.